Helyükre kerültek a Szentegyháza és Kőhalom közötti 132-es jelzésű megyei út Hargita megyei szakaszán a magyar nyelvű helységnév, illetve forgalomirányító táblák. A felújított útszakaszon korábban csak román nyelvű táblákkal találkoztak az autósok. Nem kis felzúdulást keltett a helybéliek körében, hogy az európai forrásokból felújított útszakaszon korábban csupán egynyelvű táblákat helyeztek ki az útépítők. Ezt orvosolta most a Hargita megyei tanács, amely saját forrásból fedezte a magyar nyelvű táblák kihelyezését. Borbély Csaba megyei tanácselnök kevésbé várt nehézségekről is beszélt, mert a helyi cégek nem vállalták a munkát. Nyánc megyéből sikerült a magyar nyelvű táblákat megszerezni. Ez is egy nehézség sokszor egy-egy projektben, hogy hiába van pénz, hiába van akarat, de sokszor a kivitelezés elakad olyan helyeken, amire az ember nem is gondolná, úgyhogy itt a Nyánc megyeieknek köszönhetően vannak magyar nyelvű tábláink. Arról, hogy miért nem látták el eleve az útszakaszt kétnyelvű táblákkal, Barti Tihamér a megyei tanács alelnöke szolgált magyarázattal. Elmondta, hogy az uniós pénzek leívásához az eredeti terv szerint kellett befejezni a munkálatokat, és a 2007-ben elfogadott tanácsi határozatban egy ilyen tervváltozat nem szerepelt. Arra senki nem adott magyarázatot, hogy miért fogadták el annak idején egynyelvű táblákkal a tervet.